Elkeseredettek vagyunk, így kezdte egyik Facebook bejegyzését a Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amelyben a helyiek segítségét kérte a tűzoltó autójuk téli tárolásával kapcsolatban. A Steyr típusú gépjármű fecskendőt a téli mínuszoktól szeretnék megvédeni a tűzoltók. Már második éve fennáll a probléma az, hogy a mögöttünk látható gépjármű fecskendőnek közkedvencemén ugye a tűzoltó autónak nincsen megfelelő garázs vagy beálló, amivel lényegében téli időszakban tudnánk azt biztosítani, hogy megfelelő helyen legyen tárolva, és fagymentes helyen legyen tárolva. Hát ez elsősorban ugye az állagmegóvás szempontjából lenne nagyon fontos, hogy ezt az állagot, amit ugye elértünk nála, ennél az autónál is felújítottuk, ez megmaradjon. A másik legfontosabb dolog pedig az, hogy a vonulások során ne kelljen arra várni, hogy a tartályt feltöltsük, mivel hogy a fagyveszélyes időszak alatt ugye a vizet le kell engedni a tartályból, és ezáltal ugye közel 20 perces késlekedéssel tudunk csak elindulni egy káresethez, mire ismételten feltöltjük a tartályt. Az Egyesület olyan garást, beállót, telket, csarnokot vagy egyéb fedett lehetőséget keres, amelyet télen is legalább 5 Celsius fokos hőmérsékleten lehet tartani, hogy az oltáshoz szükséges víz ne fagyjon meg a jármű tartályában. Fontos, hogy a tűzoltók a nap 24 órájában hozzáférhessenek a helyiséghez, hogy riasztás esetén azonnal elindulhassanak a káresethez. Méretei tekintve pedig egy 3,3 méter belmagasságú, és nagyjából egy ilyen 10x3-4 méter széles, tehát 10 méter hosszú és 3-4 méter széles, akár garázs, beálló, vagy bármi olyan megoldás itt Szentendre belterületén, amely lehetőséget biztosít arra, hogy be tudjunk állni ezzel a gépjármű fecskendővel. Az önkormányzat minden szükséges támogatást megad a tűzoltóknak, a jármű tárolására alkalmas helyiséget azonban nem tud biztosítani. A szervezet szűk anyagi keretei miatt csak korlátozott összegben tudná megoldani a garázsbérlést. Önkéntes tűzoltó egyesületként működünk. Éves támogatásra ugye különböző pályázatokon keresztül tudunk hozzájutni. Ezek a pályázatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy felszereléseinket, eszközeinket bővítsük, illetve különböző támogatásokat kapjunk, de nem elegendő arra, hogy egy ilyen helyiséget kibéreljünk, mert nagyjából ilyen 600 ezer forintos ártól kezdődik egy ilyen méretű garázsnak, beállónak vagy bármi ilyesminek a bérlése itt Szentendre területén. És ez az összeg nem teszi lehetővé azt, hogy mi kibéreljük. Ezért fizetést senki nem kap, hogy ezt a tevékenységet végezzük, viszont ugye társadalmilag próbálunk egy elismert szakmában részt venni, amely azt jelenti, hogy segítünk másokon, most jelen pillanatban nekünk van szükségünk segítségre. Amennyiben van megfelelő helyisége, amit felajánlana a szervezetnek, vegye fel a kapcsolatot a Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a képernyőn látható telefonszámon, vagy a tűzoltókukac@szentendre.hu e-mail címen. Az Egyesület minden elérhetőségét megtalálják a www.endrei5e.hu weboldalon.